hogy mi ez a Flexbox, amiről szó lesz. Ugye a Flexbox az lényegében egy konténer, amiben elemek vannak. A Flexboxnak vannak tulajdonságai, ezek részben a Flexboxnak a saját magára vonatkoznak, ő maga mekkora, részben pedig a benne lévő elemeknek a rendezésére vonatkoznak. A Flexbox legnagyobb előnye, hogy nagyon egyszerűen tudunk bele látványos, responszív weboldalakat csinálni. Tehát, hogy megmutassam, itt van ez a weboldal, ugye itt van nekünk középen, rögtön középre igazítva egy bomb, ami sokszor trükkös szokat lenni, hogy egy elemet hogyan tegyünk pont középre, vertikálisan és horizontálisan is. Utána csináltam ilyen három ilyen dobozt, itt ugye az, ami a trükkösebb, hogy ez a tovább gombok mind a három egy vonalban alul van, és ugyanakkor a mind a három doboznak a mérete. Tehát mindig a leghosszabb szöveghez fog beállni. Aztán csináltunk egy olyat, hogy egymás mellett van egy kép meg egy szöveg, de ilyen váltott üzemmódban, hol így, hol úgy. És a végén van még négy ilyen lámlőcén, ez a tipikusan, hogy a WordPress oldalon szoktam látni ilyen bit megoldásokat, de ezt sajnán egyszer meg lehet csinálni. Alapvetően egy ilyen weboldalt fogunk összerakni, nagyon-nagyon egyszerűen belőle. Ha megnézzük, akkor én már egy alapot előkészítettem, ezt töltöttük most le, az így néz ki. Tehát amiket látszik, itt megcsináltam már a fő formázásokat, megvannak adva, hogy a színek, a betűtípusok, megvannak a kép és az összes tartalom, de látjuk, hogy azért ez még nem egészen úgy néz ki, hogy szeretnénk. És Flexboxon fogjuk azt megoldani, hogy ez minden pont úgy néz ki, ahogy az előbb látott oldalon volt. A első javaslatom, hogy szerintem kezdjük el megnézegetni a fájlokat. Mindenkinek megvannak a fájlok, amiket kibontva kéznél. Szóval mindenki nyissa meg egyrészt egy böngészőben a index.html-t, hogy lássuk, hogy hol tart most az oldal, és nyissuk meg szövegszerkesztőben is, itt a Notepad++ remélhetőleg minden gépen rajta van, abban az index.html-t is, meg a styles.css-t is. És utána ezek is megvan mindenkinek, ugye? Minden fájl. Akkor szóval fussuk át nagyon, mik vannak az index.html-ben, őszintén nagyjából azért tudjuk, hogy mire számítsunk, ugye? Elején vannak ezek a kvázi kötelező körök, hogy megadtuk, hogy UTF-8 legyen, utána rögtön a másik az egy nagyon fontos dolog, ez a viewport és a width egyenlő device width initial scale 1. Ez annyit jelent gyakorlatilag, hogy legyen responszív a weboldalunk. Tehát hogy a szélesség az az eszköz képernyőnek a szélessége, az initial scale az pedig azt jelenti, hogy egy alapból egy pixelt, amit egy pixelnek nevezünk, azt mi egy pixelnek gondolunk. Ugye egy modern eszközön, egy mobiltelefonon a böngésző úgy működik, hogy számára egy pixel nem egy pixel, hanem mondjuk 4. Ez ugye azért van, mert ma egy középkategóriás telefontól fölfelé, jelenleg 1920x1080-as felbontású kijelzőik vannak, 5 incsen mondjuk. Ehhez képest, mondjuk ez a monitor, amin én dolgozom, 1280x800-as. Tehát teljesen más, csak itt egy pixel, meg mondjuk egy telefonon egy pixel. Ezért a mobilos böngészők is úgy működnek, hogy teljesen máshogy értelmezik a pixel méretet. Ez a sor, amit itt megadtuk, ez azt mondja, hogy nekik mi a kódon úgy gondolom, hogy egy pixel, de majd te böngésző pontosan tudni fogod, hogy mit hogyan méretez. Utána ugye megadtuk azt, hogy mi az weboldal címe, ez egyszerű. Megadjuk, hogy hol lesz elérve a CSS fájlunk. A következő meg az, hogy használjuk szép Google fontokat, ha már van egy ilyen lehetőség. Gyakorlatilag ezt a fonts.google.com-on ki tudjuk generáltatni, hogy ezt az egy sort, ami mutatja, hogy honnan hozza a betűköz a stílus. Aztán ugye van rögtön egy divünk, ami a oldalt létrehozza, ez a teljes oldalunk. Utána jön a fejlécünk, amit ugye átkattintok a weboldalra, ott látjuk, ott a fejléc, aminek majd lesz, megadjuk egy stílust, és a fejlécen belül pedig van egy darab gombunk, aminek van egy gomb felirata. Utána van egy intrónak nevezett rész, amiben ugye vannak, ez az intro, ez, ahol itt ezek a dobozok látszódnak, és az intróban van nekünk három itemnek nevezett elünk, ezek ugye a dobozok, hogy itt lemegyünk, akkor látszik, hogy ott hároztatunk egy intro item. Minden elemnek van egy teteje, egy közepe és egy alja. Ugye, ha nézzük a weboldalt, akkor látjuk, van egy teteje, ez a cím, van egy közepe, ahol ez a lorem ipsum szöveg van, és van egy alja, ahol a tovább gombunk lesz. Ha itt lepörgetjük ezt a intro itemeket, akkor eljutunk oda, amit én contentnek neveztem.
Ez ahol itt a képek, ez a pingvinnel is a mellette rendelt túlremisztum szövegek vannak. Itt ugye már látjuk az első trükköt, ami ugye egyébként a félkész oldalon is látszódott, hogy ezen a kontenten belül is vannak képek és szövegek. De mindig úgy van, hogy előbb a kép, aztán a szöveg. Ugye megnézzük a kész oldalt, itt úgy lesz majd, hogy kép, szöveg, szöveg, kép, kép, szöveg. Tehát, hogy felvált a cserélődnek. Nálunk a kódban mindig az van, hogy előbb a kép, aztán a szöveg. Na ezt is majd úgy fogjuk megoldani, hogy ezt a Flexbox olyan nekünk ilyen szépen, ilyen váltott módban rendezni. És végül eljövünk a footerhez, a footer lesz a legegyszerűbb talán. A footernél ugye azt mondjam, hogy van 4 darab oszlopunk, és kb. Ennyi. És ha ezzel végigértünk, akkor már is teljes HTML kódot, gyakorlatilag ez lesz feltöltve majd stílusra, tehát a varázsok mind a stílusfájban fognak történni. És innentől kezdve is kell majd hozzányúljunk az index HTML-hez már. Akkor kezdjük a... menjünk át, váltsunk át a CSS fájra. Nem tudom, ez a tempó jó, vagy gyors, lassú. Kb. Ezt a tempót fogunk ott tartani. Először csak egy alaphelyzet beállítás, ugye itt ezzel a aszterisznek, vagy csillagnak nevezett karakterre megadjuk, hogy nálunk a alapból a padding mindig nulla, a border mindig nulla, a margin mindig nulla, és van egy ilyen box sizing, border box. Ez azt jelenti, hogy ha megadjuk egy valamilyen doboznak a méretét, egy ilyen divnek a méretét, akkor mindig úgy értjük, hogy az a borderig értendő. Tehát ha megadjuk, hogy egy doboz mérete 25%, akkor azt mindig a borderig fogja értelmezni, nem a tartalomra. Ugye alapból mindig a tartalomra vonatkozik, és akkor meg arra jön rá a padding, a border, meg a margin. Na, ha ezt a sort itt megadjuk, akkor onnantól kezdve mindig bele lesz még értve a méretbe a padding, meg a border is, csak a margin nem. Ez igazából nekünk könnyíti meg a dolgunkat méretezésnél, mert nem kell mindig fejben tartanunk, hogy oké, mennyi paddinget, mennyi bordert adtam hozzá, csak arra kell figyelnem, hogy esetleg a margin fog túllógni az alapméretezéshez képest. Azt, hogy megadjunk a bodyban, hogy mi az alap háttérszínű, mi az alapértelmezett betűtípusunk. Ugye ez a Libre Franklin, ez is egy ilyen Google font, azért adtuk meg az előbb az Index HTML-ben azt a Google fontos hivatkozást, hogy ezt beírjuk, akkor bárhol, ahol van internet kapcsolat, a netről le tudja húzni ezt a fontot, és meg tudja jelenteni nekünk a böngészőnkben. Aztán van még egy ilyen, a IMG-nél, ez is egy ilyen kvázi kötelező kör, hogy a responsive weboldalt csinálunk. Azt mondjuk, hogy bármekkora is egy képnek a pixeles felbontása, a szélessége soha nem lehet több 100%-nál. A magasságát meg ugye a height out, az azt jelenti, hogyha a 100%-os kordák miatt esetleg ki akarna lúgni a képből egy kép, és a böngésző összenyomja, akkor a magasságát is igazítsa hozzá, hogy ne torzuljon, tehát ne legyen mindenkinek ilyen tojásfeje az összenyomás miatt. Utána jön egy ilyen, megint egy kicsit kötelező jellegű kör, ahol megadjuk, hogy milyenek a fő betűkészleteink. Ugye megadtam heading 1, heading 2, heading 3-at, de igazából csak heading 3-at használjuk most ebben a konkrét oldalban, de azért szépen mindegy be van állítva. Megvan az a paragráfnál is, hogy milyen mérete legyen, tehát a bekezdésnél, illetve megadtam, hogy a gombok milyen méretűek legyenek. Na és akkor itt jön, az innen már mi jövünk rész, itt kezdünk el mindjárt kódolni. Ugye először is azt szeretnénk elérni, ami igazából már megvalósul, de azért menjünk biztosan csináljuk meg, hogy ugye minden elem szépen egymás alatt legyen. Tehát ugye itt most a 105-es szélességek miatt így van, de most gyakorlatilag a Flexbox-ot csinálni, nagyon-nagyon egyszerű Flexbox-ot. Ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy először beírjuk, hogy display 2.flex. Ez annyit csinál, jó kérdés, megnézem. Mennyire fog látszódni? Segít valamennyit? Abszolút. Jó. De megadjuk, úgy rosszul látszik. Én nagyon bozzalmas, hogy mondjuk. Szóval megadjuk, hogy display flex. Ez azt jelenti, hogy ez a benne lévő elemekre fog vonatkozni, hogy minden elemben, ugye a page az nekünk a teljes oldalunk, azt láttuk az előbb a HTML-ben, hogy mindenünk ebben a page-ennek nevezetlen belül lesz. Ez azt mondjuk, hogy display flex, tehát ugye ebben flex elemek lesznek, és megadjuk. Van egy olyan, hogy flex direction, tehát hogy a flexnek az iránya, és megadjuk, hogy column, vagyis oszlop. Ez azt jelenti, hogy ugye innentől kezdve mindent lefelé fogunk rendezni. És ennyi elég is erre vonatkozóan, csak annyi pontunk neki, hogy ebben flex elemek lesznek, és minden egymás alá fog kerülni. Ugye most nyomunk egy
frissítést a... De meg arra visszakadjon. Nyomj egy frissítést a weboldalon, akkor még nem kell semmi változás történjen, hiszen ez mostan kalapból is így volt. De azért jó, hogy ezt explicite kimondtuk. Menjünk a headerhöz, ugye itt már rögtön van feladatunk, mert azt szeretnénk, hogy az a ismernek a flexboxot pontosan középen legyen. Na ez az, ami a hagyományos módszerekkel nem volt egyszerű, pláne ez a vertikális igazítás, azonban szerencsére itt már jóval könnyebb. Egyszer megadjuk ugyanúgy, hogy a header, tehát nem a header bar, nem a gombot, hanem a header, tehát mindig a körülött felé belőnek, megadjuk, hogy display flex, hiszen a benne lévő elemet akarjuk majd flexibilisen mozgatni. És egyszer megadjuk, hogy minden irányba középen legyen, erre pedig két paraméter szolgál, a justify content, vagyis a tartalomnak az igazítás, amire azt mondjuk, hogy center, illetve megadjuk, hogy align items, tehát az elem igazítása, center. A flex az mindig úgy gondolkodik, hogy van neki egy főirány, egy csapásirány, ami lehet ugye az előzőnek a column, tehát oszlop, vagy lefelé, vagy lehet sor, és ami a row, akkor pedig ugye jobbra pakolja egymás mellett az elemeket. Az, hogy justify content, az azt mondjuk, hogy az elemeket középre igazítsa, és az align items-el is, mert ugye mindig meg lehet adni, hogy vertikálisan és horizontálisan hogyan igazítsa. Hogy ezt jobban megértsük, erre mutatok egy nagyon jó weboldalt, ez pedig a CSS Tricks-nek van egy ilyen complete guide-ja. Az a jó benne, hogy itt minden le van írva. Gyakorlatilag ennyit kell tudni a Flexbox-hoz, hogy tudjunk vele dolgozni. Ezt meg is osztom ezt a linket. És így látszik, hogy a Justify Content hogyan igazítja, milyen opcióink vannak. De lehet az elejére, a végére, a közepére, úgy, hogy helyeket toljon szét közötte, vagy hogy a helyeket arányosan ossza szét. Illetve meg lehet adni, hogy hogyan igazítsa az elemeket, ugye ez itt a vertikálisunk, de hogyha ugye fordítottuk meg, akkor meg a... Tehát ez mindig a keresztirányunk az Align Items. Akkor meg ugye itt vertikális lenne. Ezt az URL-t majd megadom, de egyébként ha beírjuk az a Google-ba, hogy Flexbox és CSS, akkor általában az első találat. Itt nagyon látosan látszik, hogy milyen igazítási lehetőségeink vannak, de most mi minden centerre raktunk, mert most egy egyszerűen azt kell, hogy minden centerben legyen. És akkor most nézzük is meg rögtön az oldalt, hogy ez segítette nekünk. Nem lehet, nem megyettem rá. Bizony. Szóval rámentünk, már rögtön középre került a gomb. És rögtön be is van állítva a mérete. Azzal, hogy mindent középre raktunk. Na, megyünk tovább az oldalon, akkor látjuk, hogy ezek a dobozok sem nagyon szépek. Működik mindenkinek? Bőled van, hogy kimart nézünk a CSS kódot. Elég items, bocsánat, többes számban. Tehát, hogy elég items, igen. Esetleg, hogyha valakinek segítség az, akkor érdemes a böngészőben is megnyitni ezt, amiről az előbb beszéltem, ezt a CSS Tricks-es oldalt, mert akkor rögtön látjuk a paramétereket, hogyan kell beírni. Hogyha ugye egy félre lehetne hallani valamit, vagy nem látszik róla kivetítve. Meg ez azért is nagyon, hogy azért használom sokszor ezt a weboldalt, amikor csinálnunk kell valamit, mert annyira jók az ábrák, hogy amikor ránézek, rögtön el tudok képzelni, az az én weboldalom hogyan fog majd kinézni. Tehát arra is, hogy amikor az ember még abban a fázisban van, hogy csak tudja, hogy milyen elemeket kell kezdeni, fogalmam sincs, hogy hogyan, hogy ezt így végigpörget, és hogy aha, erre ez lesz jó, arra az lesz jó. Ha mindenkinek megvan és mindenkinek érthető, akkor menjünk tovább. Menjünk arra a részre, ahol ugye az van kírva, hogy gyakorlat 3. Ehhez kell most legközelebb hozzányúljunk. Ez ugye az intrónak nevezett rész, amiben ez a három oszlopunk van egymás mellett. Itt ugye azt már tudjuk, hogy display flex azt meg kell adni, hiszen ebben is flexibilis dobozok vannak. Itt ugye azt szeretnénk, hogyha ezek az oszlopok egymás mellett lennének, tehát akkor azt jelenti, hogy a Flex Direction-nek azt adjuk meg, hogy row, tehát row. Justify Content, ami azt jelenti, hogy hogyan igazítsa az elemeket. Ugye ez az, ami ezen az általán említett CSS Tricks-es oldalon csodálatosan látszik. Itt végignézzük az opciókat, hogy a Space Around lesz nekünk a jó, hogy a helyeket arányosan osztja szét mindenütt. Tehát megadjuk szépen, hogy Justify Content, Space, a row.
És végül még egyet kell megadnunk, ugye, ha nézzük ezt a weboldalt, amit szeretnénk elérni, hogy mindegyik egyforma legyen, egyforma magas, akkor ugye itt látjuk a Align Itemsnél, hogy van egy opciónk, hogy Stretch. Tehát húzza ki őket egyforma magasra. Tehát ezt megadjuk. És akkor nézzük meg, hogy amiket eddig csináltunk, annak milyen eredménye lett. Ugye? Majdnem tökéletes. Majdnem. Mert hogy már a dobozok jól vannak, a dobozok tartalma még nincs meg, de hát ott még nem tartunk. Eddig mindenki eljutott, hogy ezek így szépen egymás mellett van a három doboz? Mi volt a teljesen? Egy pillanat. Row. Tehát, hogy sorba legyen. És az Align Items? Az Align Items az pedig... Stretch volt, ugye Stretch az azért, hogy egyforma magasra kihúzza a dobozokat. Ugye én ezt úgy csináltam meg, hogy ha megyünk tovább, hogy a Flexbox van a Flexbox. Tehát ezeket nagyon szépen egymásba lehet rakosan. Ugye ez az egész szóval úgy csinálni, hiszen már rögtön egy Flexbox létrehozással kezdtük, de alapvetően Flexboxban lehet Flexbox, sőt abban is lehet még egy és még egy. Tehát ezeket végtelenség egymásba lehet ágyazni. Tehát nekünk ott a intróban is ennek az itemnek csinálunk egy Flexboxot. Itt is megadjuk, hogy Discrete Flex. És akkor mindjárt mondtam, hogy melyik Justify Content jön. Ja, bocsánat, Flex Direction, itt Column, hiszen egymás alatt akarjuk majd az elemeket átni. Tehát ugye ezeket már megadtuk. Flexünk van, és egymás alatt akarjuk a elemeket látni. És most ugye a Justify Content, megint megnézzük, hogy melyik az, ami nekünk jó lehet. Itt ugye azt szeretnénk, hogy a gomb felül legyen a szöveg középen, vagy a cím felül legyen a gomb a szöveg középen, a gomb pedig alul. Hát ez a Space Between, ez pont jó lesz nekünk. És itt látjuk már is a trükköt, hogy az előbb még vízszintesen adtuk meg az elemeket, hiszen egy Pro típusú volt. Most Column van, tehát minden elfordult 90 fokkal ahhoz képest, ahogy ennél a példánál látjuk. És a Space Between itt már vertikálisan fogja megváltoztatni a dolgokat. Tehát ugye ez a másik dolog, amit a Flexnél érdemes megérteni, hogy mindig van egy fő iránya, és ahhoz képest értendők a különböző paraméterek. Ha sorunk van, akkor a Justify Content az vertikális lesz, a Columnunk van, akkor a Justify Content horizontálisan fogja megadni. Itt szépen megadjuk, hogy Space Between, tehát hogy szépen rakja fölülre, középre, alulra. Nézzük meg, hova jutottunk. Na, majdnem tökéletes. Majdnem. Megadjuk nekem biztos kedve egy Item Stretch-et, hogy itt is a... meg szépen legyenek kihúzva. Szóval majdnem tökéletes, de csak majdnem. Mert a top, egyrészt ugye a szöveg az itt bejött az utóbb középre, és az tovább gombunk sem szép. Nekem... Bocsánat, én pillanatra elvesztettem, hogy hol tartok. Szépen. Ja igen, még nem adtuk meg, hogy... az Align Contentet nem adtuk meg, hogy az elemeket rakja a középre vertikálisan. Most kb. Jó lesz. Menjünk tovább a... Ugye azt szeretnénk, hogy ez a szöveg ez ne legyen ilyen csúnyan elosztva, hanem mindegyik fölülre kerüljön, akkor átnénk oda, hogy gyakorlat 4B-nél van, egyszer megadjuk ennek a középső elemnek
hogy margin, bottom és autó. És ha megint ráfrissít, ugye a margin bottom az azt jelenti, hogy az alsó margónak adjunk egy értéket. Ha azt mondjuk, hogy autó, akkor az azt jelenti, hogy ami helyet találsz, azt használd ki. És hogyha így leállunk egy frissítést, már is minden felőre kerül. Tehát itt csak annyit csináltunk a középső doboznál, hogy adtunk neki egy alsó margót, amire azt mondtuk, hogy ami helyet találsz, használd ki. És már is tökéletesen van az elemünk, ugyanis annak köszönhető, hogy ezt megcsináltuk, ha megnézzük így a... Hát ez nem fog jól látszódni sajnos, így, mert kicsi a monitor. De ha megnézni az elemeket, akkor látszódni, hogy ez a középső elem valójában nem csak akkor, amikor a szöveg tart, hanem az alsó marginjának köszönhetően leír egészen a továbbombi. Nem tudom, ez mennyire érthető. És akkor menjünk tovább, ha ez érthető, akkor menjünk a 4C-re. Ugye, ha most ránézzük a weboldalra, akkor látjuk, hogy már mindenünk tök jó, kivéve a továbbombot. De most a továbbombot legegyszerűen úgy oldhatjuk, mert ebből is csinálunk egy flex elemet, amit ugye, ha megnézzük a HTML kódot, akkor látszik is, hogy úgy csináltam meg, hogy az ebben a bizonyos bottom részben, tehát egy alsó részben van külön még egy div, aminek csak a gombunk lesz. Tehát annyit csinálunk akkor a 4C-nél, ugye ez már, ilyet már láttunk, hogy megadjuk, hogy display flex, tehát ugye ennek is egy flex item, egy flex container lesz, flex directionnek megadjuk, hogy ró, hiszen csak egy elemünk van benne, de mondjuk, hogy a két gomb lenne már, akkor már rögtön számítanak, tehát pontosan mi a flex directionunk, és megadjuk, hogy justify content, tehát külön igazítsa a tartalmat, de azt mondjuk, hogy center. És rányunk a frissítésre, akkor már is jó a továbbgombunk is. Úgy itt is annyit csináltam, hogy a továbbgomb körül lévő kvázi láthatatlan alsó sávban is van egy doboz, és ebben a dobozban egyszer megadtam, hogy az elemet középre igazítsa. És ezzel már ezt a egyébként látszó nehéz feladatot, hogy van egy dobozunk, szép arányosan elosztva, és a benne lévő tovább gombbal, ami a mindig alulra kerül. Szóval ezt megoldottuk, ezt a feladatot, ami ugye hagyományos módszereknél elég problémás, hogy mindig ugyanolyan magasabb legyenek a dobozaink. Na és akkor menjünk tovább erre a bizonyos részre, ami ugye már átkötelezett el oldalam, hogy így fog kinézni, hogy kép, szöveg, szöveg, kép. Ez ugye a forráskódunkban a gyakorlat 5 nevű elemnél van. Ugye innen már rutinból megy, megadjuk a display flex. Ez ugye a content doboznak a nagy doboza lesz. Megadjuk, hogy flex direction. Itt ugye column-t adunk meg, hiszen egymás alatt lesznek majd ezek a dobozaink. És megadjuk, hogy align items. Center. Tehát, hogy középen legyenek ezek a szép dobozok. És egy ráfrissítés után már tök jól állunk. Dobozaink szépen középen vannak. Idegenített ugye mindenki, tehát ezek a dobozok már is szépen középen vannak, most csak azt kell megadnom, hogy a pingvin is a megfelelő helyre üljön. Azt a hatos részben fogjuk megoldani. Itt pedig csak annyit mondunk, hogy ő is legyen egy flex doboz. És az elemeket igazítsa középre. És már így néz ki. Ugye azért nem adtuk meg itt, hogy row-ban rendezze a flex direction-t, mert, mindjárt jön ezzel egyébként, nem tudom, hogy miért nem, mert azt szeretnénk, hogy pingvin szöveg, szöveg pingvin, pingvin szöveg legyen az elrendezés. Tehát akkor így nem adhatjuk meg azt, hogy ró legyen, hanem nem tudom hányan ismerik azt a paramétert, hogy NTH csáj. Azzal azt lehet, hogy a CSS-ben az egyes diveknél mindig a gyerekeknek csak egy-egy sorára, vagy egy majdnem kiszámoló elemére vonatkozik, tehát mondjuk minden másodikra, minden harmadikra, minden negyedikre. Na itt jön egy ilyen trükk, ez nem Flexbox, hanem általános CSS trükk, de most Flexbox-ra legyen fogok használni, itt megadjuk azt, hogy Content Item, tehát ugye, ami fölül is van, kettős pont, NTH csár, tehát hogy valahanyadik gyereke, vagy valahanyadik gyerek, bocsánat, és megadjuk, hogy pont.
És egyszer megadjuk neki, hogy ez flex direction go. Vagyis úgy sorba rendezze őket. Igen, de azt szeretnék, hogy minden második, ugye, tehát minden páros számunk pedig fordított sorrendben legyen. Na, erre is van egy paraméter, egyszer megadjuk, hogy ugyanazt a sort, amit az előbb, content item, nth child even. És egyszer azt mondjuk, hogy flex direction row reverse, ami azt jelenti, hogy fordított sor. Hát de most nyomunk egy újra törvés, akkor már ugye az van, hogy fordított sorrendben pakolgatja a dolgokat minden másodiknál. És ez pont kívánt eredményes. És ugye ez azért jó, mert nem a HTML-ben cserélgetjük a sorokat, hanem a CSS-ben. Ezért, hogyha beraknánk mondjuk a második és a harmadik közé plusz egy dobozt, akkor sem borulna meg a sorrend. Akkor is jól látnánk ugyanezt a részt. Ezt meg is tudom gyorsan mutatni ott a HTML-ben, hogyha ugye megkeresem a második és a harmadik doboz közötti részt. Így. Meg kell beszúrni. És megadom azt, hogy legyen mondjuk az újabb doboz. És ha jól jelöltem ki, nem, valamikor rosszul raktam be. Ja, hogy az intrót szerkesztettem át, jó, bocsánat. Itt a content item, onnan indulunk, eddig tart. Szóval második címhelyre beírom azt, hogy új cím, most sem nem jól csináltam. Aha, látjuk, első cím, második cím, új cím, harmadik cím, negyedik cím. Beraktam plusz egy sor, mégis jó az egész, nem kellett hozzányúlnom sehol a kódhoz. Annak előbb beszúrtam egyet. Szóval ezt nagyon szépen meg lehet oldani, és ezt annak köszönhetjük, ugye, hogy egyrészt használtuk ezt az NTH child-ot, másrészt van ez a row reverse, ami csak is már fordítottatjába rakja. És akkor menjünk is tovább a CSS-ben. Elérkeztünk a hetedik elemhez, ami ugye a lábrécünk lesz. Itt ugye megint az, hogy flex direction legyen row. Justify content space between. Tehát, hogy ugye a space between fogjuk itt használni. Ám, hogyha megnézzük, ez, hogy szépen a dobozok menjen ki a kéz és a szélére, a közepét is arányosan osztogassa el. Ugye ez a klasszikus, hogy ki szoktak nézni általában ezek a widgetes lábrécek, mondjuk egy WordPress oldalnál, hogy kiasztják az egészet négy egyenlő részre. És megadjuk, hogy align items, ami nem feltétlen szükséges, de hogyha valamiért stretch. Ez azt jelenti, hogy ki fogja nyújtani a dobozokat. Mondom, ez nem feltétlen lenne szükséges a mi esetünkben, de azért érdemes megcsinálni, hogy még valami mégis kerül oda a lábrész alá, akkor azok a dobozok szépen egyforma magasabb legyenek, amik ott meg vannak adva. Tehát ez igazából azért van, hogy később hozzájön a kóthoz, akkor már legalább ezzel a résszel ne kelljen vacakolnunk. És itt adtam még meg. Ja, hogy nem aztán, hogy display effects-elnéd, és nagyra magyaráztam, akkor így nem így csodol, hogy nem lehet flexhoz belőle. Ugye meghallott a display flex azt is természetesen. És ott is van a lábécünk. Pontosan úgy néz ki, ahogy akartuk. Ugye már megkülönböztetetlen egymástól a kettő lábléc. És gyakorlatilag ezzel meg is csináltunk egy modern flexboxos weboldalt. Egy probléma van, hogy ez még, mutassam, szóval, hogy ez nem responsív. Tehát egy összenyomom, akkor ez így nem lesz nagyon szép, nem nagyon csúnya lesz, és hogyha még jobban összenyomom, még csúnyán.
Szóval most jön az a rész, hogy az egész legyen szépen responsív. Úgyhogy menjünk le egészen a média query-ig. Na itt történik az, hogy responsív lesz a weboldal. Van ez a média nevű rész. Itt amikor a média screen, tehát a képernyőn nézzük, és a max width, azaz a maximális szélesség, ezt karakterben adtam meg, 65 karakter. Tehát ha 65 karakternél, ugye az a böngésző szerint alapkarakternél keskenyebb a képernyő, akkor máshogy fogja renderelni a dolgokat. Ugye úgy van, hogy alapból, amiket eddig megadnak, azokat fogja nézni, de hogyha olyan képernyőt használjuk, ami nem érjen szélességben a 65 karaktert, akkor lenyúl ide, és ezt fogja már nézni. Ugye én most az egyszerűség kedvére összeszedtem, hogy mi az, amihez hozzá kell nyúlni, ahogy mik azok a részek, amik problémásak. De ha fölmegyünk ide, akkor szemre is látszik, hogy ugye a... Tehát, hogyha ide feljövünk, akkor rögtön látszik, hogy például ez a három doboz így nem nagyon szép. Ugye itt látszik, hogy én ezt már megoldottam, így, hogy ez a három doboz egymásra kerül, így sokkal-sokkal könnyebben használható. Ugye egyszer annyit csinálunk, megint megnyitjuk, és az intróban annyit változtatunk meg, hogy megváltoztatjuk egyszerűen a flexnek az irányát. Tehát azt mondjuk, hogy flex direction column. És ugye egy másik elemeket is igazítanunk, mert hogy most már nem egymás mellett lesznek, hanem minden középen szépen egymás alatt egyenletesen elosztva. Egyszer megadjuk mindenre, hogy justify content, align items, center. Így szépen az rendelkezésre a dobozban minden be lesz igazítva a középre. És így ha nyomunk egy frissítést, akkor már is egy fokkal jobb. Persze nem teljesen, mert még túl keskeny a dobozunk, és nincsen meg közt a hely között, de legalább már középen vannak szépen. Az meg, hogy nincsenek pontosan a helyükön, az csak annyi múlik, hogy az itemet is módosítani kell. Először is módosítjuk a szélességét. Én azt javaslom, hogy ennek legyen a szélesség a képernyő 90%-a, mert akkor még pont van a két oldalt egy kis levegőző helye, nem szalad ki a weboldal széléig, de azért elég lesz ahhoz, hogy jól olvasható legyen egy keskeny képernyő, tehát egy mobiltelefonon. Tehát meghagyjuk a margót neki alul, hogy ne lújjanak egymással a dobozok, hanem ott is legyen egy kis szellő, ez két karakterű legyen. Ugye látható, hogy margint vagy ilyesmit adok meg, paddinget, bármilyen, mindig ezt az e-met használod, nem a pixelt. Ez azért van, mert egyszer eszközi weboldalán ezt szoktuk használni, ugye nagyon-nagyon eltérő lehet egy karakterméret egy telefonon, nagyon eltérő lehet egy desktopon, és ugye annak ez a virtuális pixel probléma is, de így mindig van szép arányos lesz a betűhöz képest, hogyha az ilyeneket úgy adom meg. Mert ugye egy pixel az bármennyi lehet, meg bármilyen lerendelődhet egy eszközön, ha az elmet adom meg, akkor az viszont biztos, hogy valahol egyszer ki lett találva, hogy az miért annyi. Igen? 5 percon össze. Szóltak össze, ha már csak 5 percon össze. Jól van. Hát kicsit lehet, hogy túl fogunk csúszni, kicsit később kezdtünk, de nem nagyon, nem már kevés van. Aztán ugye a következő problémánk az ez a rész. Ez se nagyon szép. Azt szeretnék, hogyha az a kis pingvin felül lenne. Ezt ugye gyakorlat 9-nél fogjuk megadni. Ugye az előbb azt csináltuk, hogy hát először is adjuk meg, hogy flex direction column. Hát ugye eddig azt csináltuk, hogy reverse, ha emlékszünk, vagyis hogy sorban legyen a szöveg és a kép, oda-vissza sorrendbe, de most azt szeretnénk, hogyha itt a szöveg a kép mindig egymás alatt lenne. És ha most nyomunk rá egy frissítést, akkor már is felül van a pingvin, alul a szöveg. Ugye itt a row reverse-t váltottuk ki, amit az előtt használtunk, columnra, hogy mindig föl a kép, alul a szöveg is. Na, ezért is nagyon jó, hogy a row reverse-t használtuk, mert az okozna problémát, hogyha a HTML kódban lenne úgy, hogy képszöveg, szöveg, kép, képszöveg, hogy a pingvin hol felül, hol alul lenne. Így, hogy így adtuk meg ott az előtt, most megspóroltunk meg egy halom munkát, mert minden a helyén maradt. Most még egy kis problémánk van,
hogy a képünk az ugye nem használja ki a rendelkezés álló helyet. Hát egyszerűen a doboz, amely content item image-ben van, megadjuk, hogy a szélességének, hogy autó, vagyis hogy old meg magad, ami helyet találsz, használd ki, illetve azon belül a kép formázásánál megadjuk, hogy a szélességed az legyen automatikus, ugyancsak. És most ránunk egy frissítést, akkor megint tök jó. Egy problémánk van, most kicsit szélesebbre állítom, hogy ez egy túl nagy kép. Tehát, hogy így fog kinézni, hogyha egy ilyen közepes szélességgel nézzük, hogy nem nagyon jó, mert hogy egyszer túl nagy a kép. Úgyhogy annyit csinálunk a képnél egyszerűen, hogy megadjuk, hogy mennyire lehet a magassága. Tehát megadjuk, hogy max height, és itt egy, na de mennyire legyen a maximális magassága, ezt ugye nem tudnánk alapból megmondani, mert fogalmunk nincs, hogy milyen felbontáson fogják nézni. Vagy, tehát hogy... Gondolom százalékben is. Van egy nagyon hasonló, úgyhogy, hogy VH, az a vertikális magassága, tehát a képernyő magassága, és a V az a viewportot jelent, tehát kvázi a nézőkének a magassága, megadjuk, hogy 75, ez ugye százalékban értendő, egy VH az 1%-nak felel meg viewport height-nak. És így fölök rá is mentek. Meg a, így már soha nem lett magasabb, mint a kis lyukunk, amit nézzük, annak a 75%-a, vagy mindig látszódni fog, hogy még jön alatta valami. Ez megint egy ilyen nagyon jó kis trükkös megoldás, mert nem kell tudnunk, hogy milyen adottságaink, milyen lehetőségeink, úgyis sem lesz nagyobb a 75%-ánál. Egyébként ez az egy nagyon fontos trükkünk, hogy a responsive weboldalt csináljuk, hogy gondoljunk az ilyen hülye esetekre, amire alapból nem számítanánk. Mert ha csak úgy csináltam volna a weboldalt, hogy nézem ilyen jó keskenyre állítva, akkor ugye a szélesség keskeny annyira össze lett volna nyomva a kis pingvin, hogy a magassága is ugye arányosan csökkent volna, nem lett volna zavaró ez. De hogyha én köztes méreten nézek, akkor valamit kezdenem kell vele, hogy ne legyen rossz. És akkor még ugye az volt az előbb a bajunk, hogy a szöveg az nem használta ki az egészet. Tehát itt simán megadjuk, hogy 100% legyen a content item text, tehát a szövegdoboz, ebben az esetben a mobilon nézzük, legyen 100%. És akkor már is jól néz ki a szöveg is. Végül még a footert kell elrendezni, a footer is pontosan ugyanaz a bajunk, mint az előbb, hogy, de most megmutatom már, mert lássuk szabad szemmel is. Tehát, hogy ez a problémánk, hogy ez így nagyon-nagyon nem jó. Az a jó, hogyha az lenne nekünk a jó, hogyha ilyenkor már egymás alá rendezni ezeket a csülköket, és azt csináljuk, hogy flex direction, ugye ilyen sokszor csináltunk, eddig jó volt, most már legyen color, tehát egymás alatt legyenek a cuccok. És már is majdnem tökéletes, még a szélességét megadjuk, és teljesen tökéletes lesz. Egyszer megadjuk, hogy viszont most már használhatod a 100% szélességet. És ott is van. És még hogyha nagyon-nagyon igényesek vagyunk, akkor paddinghez is hozzányúlhatunk. Ezt most beírok egy számsort, ez próbálgatással jött, hogy hogyan fogja kinézni. Fölül 0 elemet hagyjon el, jobbra 1 karakternyit, alul 2 karakternyit, balra megint 1 karakternyit. Ugye igaz, amikor így adjuk meg, akkor mindig az órát kell, mintha egy óra lenne, úgy kell néznünk, és egy kicsit szebb lett. Ugye itt a paddingeket csak azért nyújtunk hozzá, egy picit talán is szebb. És gyakorlatilag mindent megoldottunk, létrehoztuk ugyanazt a weboldalt. Ugyanézzük, akkor ez volt a célunk, és ez létre is jött, és és van egy kész responsive weboldalunk. Felrakjuk első képernyőre, akkor így néz ki. Levesszük így, akkor így néz ki. És tényleg mindent meg tudtunk oldani flexboxokkal. És ha megnézzük, ez azért jó, mert semmi más nem használtunk. Tehát kizárólag flexboxot használtunk mindennek a megoldására, és flex itemeket. Nem kell ismerni az összes ilyen blog, inline blog, floatot, ilyeneket. Csak a flexbox ismeretével bármit meg lehet csinálni. És ami a legjobb a Flexboxban, azon túl, hogy ennyire egyszerűvel dolgozik, ugye van ez a korábbutatott CSS Trix-es oldal, itt minden egy darab oldalról le van írva nagyon röviden. De gyakorlatilag ennyit kell tudnunk, és meg tudjuk csinálni az alapot a responsive weboldalhoz. Persze nyilván kell tudni a szövegformázásokat, kell tudni a
ezt a médiát, hogy ez hogyan működik, ez a media query, illetve még egy pár dolgot, hogy valaki weboldalt meg tudja csinálni, de alapvetően nagyon kevés tanításról és nagyon sok mindent meg lehet tanítani a webfejlesztésről. Ugye ez a nagyon nagy előnye ennek. Illetve még egy, ami ilyen esztétikai, vagy nem is esztétikai kérdés, hanem amit így szoktak mondani, hogy itt úgy oldottuk meg, hogy megszervezték előbb a desktop oldalt, mert megcsináltuk belőle a módosításokkal a mobilt. Ugye azért nem szkint, hogy max vid, ahol módosítjuk, tehát hogy a 65 karakternél kell kisebbre. Most azt szokták sok helyen tanítani, hogy előbb mobilra kettelezni, és aztán felrendezünk desktopra. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy nem max vid van itt, hanem min vid, és itt vannak megadva a desktop specifikus dolgok. Ez ugye megint egy szemléletbeli kérdés, hogy mobilra tervezek első körben, és átrendezem nagyba, vagy első körben megtervezem nagyban, és lerendezem mobilra. Ez igazából csak annyi, hogy maxit vagy minvit van itt a media acquiringnél. De akkor is ugyanígy működne, csak akkor ezek a paraméterek, amik itt vannak, azok lennének fönt, és amik fönt vannak helyette, azok lennének itt lent. És ugye ez a 65 karakter, ezt is ki kell tapasztalni, melyik weboldalnál melyik működik jó, pont az ilyen határesetekre kell nézni. Én ezt úgy szoktam csinálni, hogy megnézem, hogy az ilyen dobozok például mikor néznek ki szépen, mikor néznek ki kevésbé szebben, de itt mindig ilyen 60 karakter körül érdemes elváltani, 50-60 tájékán. Egyébként ez a szám, hogy 50-60, ezt meg a WordPress-nek a gyári témájánál láttam, tehát ezt onnan nyúltam ezt az ötletet, ő váltogat ilyen tájékokon. És meg lehet adni akár többet is, tehát hogyha úgy akarjuk rendezni a weboldalakat, hogy ne csak egy esetre legyen felkészülve, akkor lehet ilyen media query-ket megadni akár 3-4-et, hogy más legyen 50-nél, 55-60-65 karakternél. Szerintem egy átlagos weboldalnak nagyon ritkán kellenek ezek a többek. A legtöbb weboldal megcsinálta úgy, hogy egyszer váltunk. Mert gyakorlatilag akkor a telefon felület van, meg külön meg a desktop felület. És szerintem el is mondtam mindent, amit erről érdemes tudni. Majd ezek a fájlok elérhetők lesznek, hogyha valakinek szüksége van rá. Egyrészt még fel fog maradni ott a blogponton, ahol most le lett töltve. Ja, nem, most itt felrakom az írom, de szóval majd a linkelem valahova a blogponton, hogy letölthetők legyenek. Bármilyen kérdés? Igen? Hát én arra gondoltam, hogy meg lehetne azt oldani, hogy azon a részen, ahol az ott van, és az időben is minden azt akik, akkor nem ottként és időnként hivatkozunk, hanem azokra hivatkozunk, hanem az összesre, mert ugye ugyanaz van mind a kettőben, ezért az ott és időn elválasztása nincs értelme. Igen, itt nincs, csak az a baj, hogy ugye az előző évben megcsináltuk egyszer az ott és időnt, és annak magasabb a hierarchiája. Tehát hiába írnám oda be, az ott és időn felülírná, viszont ha mobilra terveztük volna, akkor ugye, akkor, nem lett volna, akkor meg ez nem lett volna. Tehát akkor ugye a mobilnál csak megadtuk volna simán, és akkor lent adtuk volna az ott meg az even. Ha az amelyik az ott és az even az olyan, hogy azt megadtad, akkor hiába adod meg utána általánosan, az ott és az even felülírja. Tehát ezt meg is tudom mutatni, hogy itt ugye azt mondod, hogy ezt akkor így vegyük ki. És akkor csak mondjuk azt, hogy content item. Ctrl-S. És húzzuk össze. És látod, ilyenkor nem írta felül. Mert hogy ugye, amikor ilyen NTH child-osod van, akkor annak magasabb a hierarchiája. És hiába írtam be, az nem fogja felülírni. Tehát igen, egyébként ez jogos felvetés volt. És hogyha nem egyszerűen content item hivatkozunk, hanem content item chill, akkor azon belül minden. Ezt nem próbálgattam még, de lehet, hogy működne, igen, ezt megnézhetjük. Azt mondod, hogy content item és chill. Igen, CSS, de szerintem nem tudom, hogy nem kell. Így. Elpróbálunk egyet. Ezt még ez őszintén szóval én sem próbáltam. Nem, ez sem működik. Akkor igen, így. Tehát, hogy valószínűleg az NTH család annak magasabb tudott prioritása mindenképpen. De ugye a content item csillag az azt mondja, hogy minden olyan, aminek a nevében a content item van. De itt nem arról van szó, hogy az NTH család az egy ilyen erősebb felülíró.
Nyilván ez azért van így, mert hogy ha úgy csinálunk, csak minden ötödikkel történjen valami, tudod? Akkor csak nem lenne öt, hanem csak egy ilyen content item, MDL child-ot. És akkor meg ugye logikusabb, hogy csak minden ötödiket írjon felül. Jó, szerintem ez is megvan. Bármilyen más kérdés? Rájöttem, hogy content child egy, mint minden első tigger felül. Bármilyen? Egyesével. Ja, mégsem már csak az elsőre vonatkozik. Én meg arra gondoltam, hogy egyesével. De... Igazából... Úgy kell formázni, hogy... Tehát lehet, hogyha arra, hogy úgy adnám meg, hogy egyen... Nem egy plusz, hanem egyen plusz valami. Egyen plusz nulla, vagy egyen plusz egy, majd meg az lehet, hogy unnak az egyesre, amit ezt felülírja. Igen. Igen. Tehát igen, ez is jó, hogy egyen plusz egy, és akkor valami az ürja. Csinálom. Ez így kék? Nem. Szerintem van más írt át. Közben véletlenül, hát a footernél.